A Commodore volt? Hát én azt gondolom, hogy igen. A fiam, aki ezt látta, az egyértelműen ezt állítja. És hát akkor még miért kell lemondani a mentelmi jogáról? Hát akkor a Commodore a hibás. Mivel, hogy ismeretlen tettesről van még szó, és az én nevem már szóba jött, én az a típusú ember vagyok, aki szereti a családját. Lakodalomban voltunk előtte. Tehát jó éreztük magunkat, megmondom őszintén. Tehát nem volt józan, azt nem... Hát, mint aki elmegy lakodalomba, tehát én is a részemet megittam. Hogy kerül a Commodore a képbe? Úgy kerül a képbe, hogy a fiam meg a párom még a kocsiból utána kipakolták az ajándékokat, tehát azokat az ételeeket, amiket kaptunk. Ebbe torta, sütemény, hurka, kolbász, meg húsok, egyéb, hát amit a lakodalomkor az embernek adnak. Most kerültem egy olyan helyzetbe, 16-18 vagy 20 éve politizálok, amit magam se tudom, hogy mi történt. Majd a párommal megbeszélem ma este, mikor bemegyek a kórházon meglátogatni. Az előbb beszéltem vele telefonon egyébként. És azóta, tehát ez volt vasárnap, illetve szombat, jól értem, szombat késő, vasárnap hajnalban. És azóta nem volt bent nála? Hát nem tudtam bemenni hozzá, egyem a drága szívét. Hát a mandátumomról miért mondanák le? Én úgy érzem, hogy nem követtem olyan hibát, amiért le kellene mondani.